Kívánom mindenkinek, hogy folyamatban 7-szer nyerje meg a bajnoki címet. Megvan. Megvan. Felfoghatatlan és elképzelhetetlen, de nagyon örülök most is. Mondom, tehát nagyon, nem fölfogni se tudom, de mondom, hogy nagyon komoly érzések kavarognak. Igen, ez látszik, hogy kirobbantak belőled az érzések, elsírtad magad a mérkőzés után. Így van, hát ugye nem csinálok bele titkot, tehát a szüleimre jutottak eszembe elsőre, hogy akik már nem lehetnek velünk, és akiknek azért itt a Fradi hőskorában komoly érdemeik vannak. Én nagyon bízom benne, hogy föntről látták, és ugyanúgy örülnek, hogy most mi. First of all, congratulate to Ferencváros. Thank you also to congratulate my team, my players, because they fight, not only today, the whole season. And also I would like to thanks to our fans because of the support during the whole year and also after today match, and it make us to feel a bit better. Boldogok vagyunk, nagyon akartuk ezt a győzelmet, én már nagyon vártam egész héten, hogy legyen már csütörtök és kezdődjön a meccs. Hát reggel is alig vártam, hogy teljenek a percek. Végig uralni tudtuk a meccset, ez volt a kulcsa. Megérdemeltük ezt a bajnoki címet. Vissza tudtunk jönni a második félidőben, azt az egy egyenlítést nem tudtuk megcsinálni, ami hiányzott, és akkor esetleg ott lehettünk volna, és lett volna esélyünk, de ezen a holtponton nem sikerült átlépnünk, és így végig okosan kézben tartottam a meccset a Fradi. Azt gondolom, hogy nagyon nagy akarással és nagyon komoly hittel tudtunk kézzabdázni, ami itt mindig kulcsmomentum. Hogyan láttad még belülről a mérkőzést? A második félidőben egy picit feljött a Győr, ott úgy nézett ki, hogy esetleg el is kaphatnak titeket. Igen, nagyon sokat voltunk emberhátrányban, ami abszolút a mi bűnünk, és ez nagyon sok energiát elvitt. Az volt a szerencse, hogy ebben az emberhátrányos helyzetekből rendre azt gondolom, hogy közel azonosan tudtunk kijönni, és ez szerintem mérkőzés döntő szituációk voltak. I think from the beginning in the match we couldn't feel good inside match, not in defense. In attack we got position, but with this position we couldn't score. It makes them even more confidence in their possibilities. And it was really, really tough to go closer in the score. And when we were closer, we couldn't change the dynamic and to put over. Leading no time, no one time. Nagyon tudtuk, hogy koncentrálnunk kell, főleg az elején, és tényleg azt a 4-5 gólos előnyt, ugye a fél időig tudtuk is tartani, utána ugye jött a hullámvölgy, de nem engedtük ki a kezünkből a mérkőzést, és hát nagyon akartuk, és megérdemeltük. Fura érzés lehet, gondolom, most ezüstéremmel a nyakadban bajnoki döntő után. Így van. Mondhatom azt, hogy tényleg hatalmas csalódás, és nagyon rossz érzés, de kívánom mindenkinek, hogy folyamatban 7-szer nyerje meg a bajnoki címet.